Izgatottan készülődtek a NEKA játékosai az Érd ellen, hiszen többen életük első NB1-es mérkőzésén léptek pályára. A lányok bátran kezdtek, és Varga Emília egy percen belül megszerezte a csapat és a szezon első gólját. Csíkos Luca és Szabó Anna duplájával 5-3-ra elléptünk. A vendégek azonban hamar magukra találtak, és a 23. percben már 6 gólos előnyt szereztek, a félidőben pedig 18-13-ra vezettek. A második félidő két boglári találattal kezdődött, de a 4-5 gólos érdi előny állandósulni látszott. A mieink nem fáradtak, jó volt látni, hogy bárki lépett a pályára, harcosan küzdött és hozzátett a csapat játékához. A 47. perc körül a boglári fiatalok jó egyéni teljesítményekkel, bátor támadó játékkal és keményebb védekezéssel sebességet váltottak, és elkezdték a felzárkózást, így 28-27-nél már csak egy gól volt a hátrány. Erőnlétileg bírták a lányok, az utolsó percekben is végig ott volt az esély a pontszerzésre, és bár 31-30-ra az Érd nyert, ebből a meccsből sokat lehet tanulni, és erőt lehet meríteni. Újoncként nagyszerűen mutatkozott be tehát a NEKA csapata az NB1-ben. We'll be right back.